A Munkácsi várban állunk itt Zrínyi Ilona és Kisrákóczi Ferenc szobra előtt. A Munkácsi birtok, Munkácsi várbirtok a Rákócziaknak a legnagyobb összefüggő birtoka volt a Sárospataki és a Makőicai birtok mellett. Ez a vár képviselte a család, a dinasztia, a Rákócziaknak a hatalmát és mindenhatóságát ebben a környezetben. Az első Rákóczi Zsigmond idején először került a vár és a birtok a Rákócziak kezébe, és utána többen ugye birtokolták, első Rákóczi György erdélyi fejedelem, második Rákóczi György erdélyi fejedelem és második Rákóczi Ferenc is. A Munkácsi várnak nagyon szimbolikus és erőteljes szerep jut a magyarországi nemzeti felszabadító háborúknak a történetében. Először a tököli szabadságharcnak az egyik központja, másodszinten pedig a Rákóczi szabadságharcnak központi vára, a központi Rákóczi birtok. A szabadságharc idején kulcsfontosságú szerepet játszott a szabadságharc legelején és a szabadságharc végén. Ez volt az első vár, amit megegyezéssel került második Rákóczi Ferencnek a kezében 1703. februárjában, és ez volt az utolsó vár, amit átadtak a kurucok 1711-ben. A szabadságharc végén is különös szerep jutott Munkácsnak. Ugye az elgondolás második Rákóczi Ferenc oldaláról az volt, hogy Munkácsot egy végvárra alakítsák, és itt a nagypolitikától függően itt fognak az utolsó csepp vérükig harcolni a kurucok, de a történelem nem így akarta. Ennek komolyságát az is jelzi, ennek az erős végvárnak, hogy Rákóczi Ferenc meg 1705-ben nagy évi munkálatokat kezdett itt a várba és a vár körül. Azokat a vársáncokat erősítette meg, amelyek most ugye a váron területén kívülre esnek, már oda esnek, ahol lakóházak vannak Munkácson. Ezeket erősítette meg különböző mérnököknek a segítségével, és a szabadságharc végére ezt a várat szinte bevehetetlenné tették, nagyon jó felszerelték élelemmel, és katonaságot is ide gyűjtöttek be, de ismeretes a Salánki Országgyűlésnek a határozata, aminek értelmében a maradék kuruc sereg és a maradék főurak nem zárkóznak be Munkács várába, hanem úgy döntenek, hogy második Rákóczi Ferencet külföldre küldik, Lengyelországba, ahol az volt a feladata, hogy újabb szövetségeseket nyerjen a Rákóczi szabadságharc oldalára. Elsősorban arra gondoltak, hogy az orosz cár első Péterrel fog találkozni Lengyelországban, és első Péter hajlandó lesz, hogy legalábbis lesz olyan helyzetben, hogy felszabadító csapatokat küldjön második Rákóczi Ferencnek. Sajnos erre nem került sor, második Rákóczi Ferenc elhagyta az országot, és ezért a Munkácsi várat, a megerősített Munkácsi várat is fel kellett adni a császáriaknak.